Szalai Anna Mária vagyok, Hancsa, és körülbelül 3 hónapja költöztem Kőszegre, és hát nem tudom, hogy mit keresek itt valójában, de úgy látszik, hogy dolgom van. És néhány szóban elmondanám nektek, hogy az én zen utam hogy néz ki, hogy nézett ki, és ahhoz hoztam egy-két zen történetet is, amiket én nagyon szeretek. Egy tanítvány bemegy a zenmesterhez, és azt mondja, hogy mester, nagyon nagy problémám van, nem tudok se ülni, de se meditálni, fáj minden egyes porcikám. Mit tegyek? Mire a mester? Semmi gond, majd elmúlik. Visszamegy meditálni, és valóban néhány nap múlva el is múlnak ezek a fájdalmak. Újongva megy vissza a mesterhez, és örül, nagy-nagy örömében közli a mesterrel, hogy mester, csoda történt, semmim nem fáj, egészen jól tudok meditálni, nyugodt vagyok, békés. Mire a mester? Semmi gond, majd elmúlik. Hát, ugyanis itt az elmúlás, tehát a változás az, ami örök, ahogy szokták mondani. Az én életemről annyit, hogy körülbelül egy ilyen 10-12 éve találtam rá Csongan Szunimra, amikor egy meditációs kurzust hirdettek egy budapesti lapban, és én ott úgy éreztem, hogy megérkeztem. Tehát nekem ez a közeg, az ilyesmi, az ilyenfajta letisztult zen környezet adta ezt az érzést, hogy én megérkeztem. Ettől függetlenül természetesen a világra nyitott vagyok, és a zen az valójában segíti az én utamat. És ez az, amit én nem tudok nektek ígérni, hogy a ti utatok is itt lesz, de úgy érzem, hogy ez egy elég hiteles vonal ahhoz, hogy egy kicsit belepillanthassatok a koreai zen életbe. Tehát amikor én megtaláltam ezt a meditációs kurzust, akkor hát egy kicsit, nem mondom, hogy rossz paszba voltam, de nem tudtam sok mindent erről a világból, ami mostanság az alapjait szolgáltatja az én életemnek. És csak kíváncsi voltam. És nyitottan kerültem oda, és először csak furcsán hallgattam ezeket a koreai és szanszkrit énekeket, és utána rájöttem, hogy ezek nekem jót tesznek. És a meditáció is jót tett. Tehát azt vettem észre, hogy jól érzem magam. És amikor nehézségeim voltak, akkor ezekből nagyon hamar ki tudtam keveredni a gyakorlatok segítségével, és amikor jól éreztem magam, akkor még jobban lettem. Ami előtte még hiányzott az életemből, tehát egy űrt éreztem, hiányzott azt mondanám, hogy a tudatosság, vagy a megértés, és gyakrabban éreztem összevisszaságot, hogy nem tartozok a társadalomnak ahhoz hogy is mondjam, az olyan köréhez, akiket elismernek manapság. Tehát kicsit elveszve éreztem magam, és ebben nekem rengeteget segített ezen, hogy iránymutatást kapjak, illetve a gyakorlatok révén elmélyülhessek abban a világban, ami ugyan nem látható, viszont érezhető. És hogyha nem ebben a világban élünk, és nem a természet törvényeit, vagy nem a mindenség, az univerzum törvényeit követjük, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy szenvedés van. Tehát igazán én úgy láttam, hogy nincs más hátra, mint hogy rábízom magam az életre, vagy a Jóistenre, vagy az univerzumra, és megnézem, hogy működik, hogyha más alapokra helyezem a jövőmet, vagy a jelenemet inkább, mert ugye itt a jelenről beszélünk. És ez jól működik, tehát számomra jól működik. Annak ellenére, hogy itt azért magyar szerzetesek is vannak, de a koreai jelenlét szerintem annyira,
autentikus környezetet ad, hogy a magyar hagyományokkal ötvözve, a magyar ismerettel ötvözve, ez nekünk egy jó, érthető közeg ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a tanításokat, amikre szükségünk van ahhoz, hogy a saját utunkra kerüljünk. Menet közben felépült egy gyönyörű szép templom a Pilisben, és csak ajánlani tudom, aki teheti, menjen oda elvonulni, mert egy-egy hétvége alatt tényleg mérföldeket kerülhet előrébb a saját útján valaki, aki oda elmegy. És először én nem is voltam, csak látogatóban, és amikor először elmentem, nem hittem a szememnek, hogy mindenki, tehát aki oda eljött, mindenki úgy tért vissza néhány nap után, hogy leírhatatlan élményekkel és olyan boldogsággal, ami után sokszor csak áhítozunk. Utána visszamegyünk a mindennapjainkba, és néhány napig meg tudjuk tartani ezt a tisztaságot, ezt az egyszerűséget, ezt a könnyedséget. Sok esetben tovább is, ugye ez azon múlik, hogy éljük a mindennapjainkat, de hát nyilván a cél az lenne, hogy meg tudjuk tartani ezt. Utána vannak olyan pillanatai az embernek, amikor tényleg így nehézzé válik a sora, és a nehézségek, ezek a bonyodalmak a tetőfokára hágnak. És hogyha akkor veszi azt a bátorságot, hogy koncentráltabban gyakorol, akkor ezekből a mély völgyekből, hullámvölgyekből könnyebben ki tud jönni. Nekem, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy én mindig ki tudtam jönni. És amiben még a zen engem nagyon sokat segített, hogy ezek a szenvedések is tudatossá váltak. Tehát elsősorban akkor szenvedek, amikor én megengedem magamnak, tehát van egy választásom, és hogyha szeretném megtapasztalni ezt a szenvedést, ami ugye se nem jó, se nem rossz, mint tudjuk, hanem egy állapot, egy érzés, akkor ezt megengedhetem magamnak. Ahogy említettem, nem tudom, mit keresek itt, tehát én igazán nagymamám révén valahol innen származom, de néhány évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy itt fogok kikötni, így hogy mindenemet feladtam Budapesten, és ide költöztem. Viszont azt látom, hogy itt egy nagyon jó társaság kezd összegyűlni hétről hétre, akikkel találkozunk. És azok az emberek, akik érdeklődnek, ők mind nyitott szívvel jönnek, és sokkal jobban nyitva van a szemük, mint amihez én hozzászoktam az eddigi környezetemben, Budapesten. Úgyhogy én nekem az a gondolatom, hogy itt azért könnyebb, mint egy nagyvárosban. Hát én az a véleményem, hogy itt nektek nagyon nagy szerencsétek van, hogy itt élhettek, akik itt élnek, és akik meg jöttek a Zen templomból és a szangából, őnek pedig azért van szerencséjük, mert itt is gyakorolhatnak majd. Én nagyon kíváncsi vagyok, tehát én nagyon nyitottan állok a világ felé, kíváncsi vagyok arra, hogy kik lesznek azok, akik még így előbújnak a saját kis remete lakjukból itt, hölgyek, urak, és megjelennek itt gyakorolni, vagy csak érdeklődnek, és közelebb kerülhetnek a tudáshoz, a tanításhoz. És most, amíg történt a Buddha szemnyitó szertartás, nem tudom, hogy nektek milyen érzés volt, amikor Csongan Szunyim elkezdte szórni ezeket a babokat. Tehát nekem így nagyon, nagyon ez a megnyílt egy csatorna, és ilyen minden egyes pergő babszem az ébredésre mutatott, vagy kiáltott az ébredésért. És időnként így elvonulás alatt szokott ilyen érzésem lenni, hogy így csak így jön valami föntről, és csak így érzem, hogy nem is tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, vagy mind a kettőt egyszerre. De van itt egy olyan lehetőségünk, tehát egy nagyon nagy segítség, egy rettenetesen nagy energiaforrás, ahova mi visszanyúlhatunk, és amit felhasználhatunk ahhoz, hogy a saját életünk egyenesbe kerüljön, hogy a helyünkre kerüljünk, és
azt csinálhassuk, amihez értünk, amit szeretünk, és ahol a közösségnek is a legnagyobb hasznára vagyunk. Úgy gondolom, hogy most ennyit tudok nektek mondani, ennyit osztanék meg veletek, és utána mindenkinek jó saját tapasztalásokat kívánok. Szép jó estét mindenkinek! Nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számban összegyűltünk ma, közelről és távolról. Ancsi tartott egy gyönyörű bevezetőt, és én nagyon nagy hittel hiszem, hogy itt a kőszegi Napsugár utcában elindulhat egy olyan zen aktivitás, olyasféle zen meditáció, amely minden lénynek a javára válik. Miért lehet erre az egészre szükség? Hiszen annyira nem praktikus, ahogy az ember akár kinéz, ahogy él, ahogy mozog, ahogy megpróbálja a világban megtalálni a helyét, mintha mi nem egészen lennénk idevalók. Nézd meg, tehát az állatoknak nincs ilyen problémája, hogy miért élünk és halunk. Az állatoknak nincs olyan problémája, hogy ugye, miért eszünk minden nap, miért kelünk föl, miért párosodunk, vagy válunk el éppen. Szóval miért van ez? Tehát az ember miért ilyen elképesztően lassan nő föl ahhoz, hogy miért van itt? Néha 17-18 évig eltart, amíg alapvetően tudatosodik erről a létről, de néha 24-28-ig nem látja be, hogy itt miről van szó. Néha még azután se. De miért vagyunk mi ennyire idegenek ezen a bolygón? Miért vagyunk ennyire idegenek egymástól? Miért alakítunk ilyen társadalmakat? Miért élünk ilyen életet? Miért hozzuk ezeket a lelki minőségeket? És ez a tér, ami ma itt megnyílik, ez a lehetőség, ami mindenki előtt feltárul, ez pontosan ezen kérdésekre való mélyebb rálátást segíti elő. Megláthatod, hogy valójában miért vagy itt. Megláthatod, hogy mi a dolgod. Megláthatod igazi önmagad. És ezzel élhetsz egy jobb életet, ezzel nagyon sok mindent kezdhetsz, még ügyesebben is járhatsz bevásárolni, mert jobban odafigyelsz a kis vonalkódokra. De azt is lehet. Azt is lehet, hogy tényleg meglátod, hogy van-e benned valami, ami túl van életen és halálon. Van-e benned valami, ami mindörökre tiszta. Van-e benned valami, ami felvette ezt az életet, és utána leveti, és veszi a következőt, amikor elkészül rá. Hát ezeket a kérdéseket az emberek általában könyvekből szokták elintézni, és hogyha figyeltétek, Ancsi így megragadta a könyvet, hogy példát mondja, aztán letette. Elkezdek könyvszagúan beszélni, rögtön nem él, rögtön nem eredeti, rögtön nem csak belőled jön, hanem még egy felületről ugye mandinert kap, ahogy a magyar mondja. Hát élve kell élni, élő beszédre van szükség. Élő tanításra van szükség, és ezért a zen első alapelve az, hogy ne támaszkodj az írásokra. Ez ugyan kőbe van vésve, de nem támaszkodunk az írásokra. A második pedig az, hogy közvetlenül az ember tudatára irányulunk. Nincsenek szimbólumrétegek, nincsenek ezotérikus terek, nincsenek papok, guruk és egyebek, tanító van, de csak ahhoz segít hozzá, hogy felfogd a tanítást, de a tanítást neked kell felfogni. Nincs megcsócsálva. A tiéd. Jó nyersen, aztán majd megemészted. A harmadik az, hogy a felébredés az önvalónk megtapasztalása. Nem más. Tehát amikor igazi önvalónkat megtapasztaljuk, az a felébredés. Hogyha körülnézel, a teológiában rengeteg Isten értelmezés van, rengeteg definíció van, hogy az Isten micsoda és kicsoda. Ugyanúgy a buddhista hagyományban rengeteg értelmezése van a megvilágosodásnak, és rengeteg kritériuma. De itt egyetlen egy dologról beszélünk, igazi önvalód tapasztalásáról. És az ehhez vezető út pontosan annyira meredek és annyira radikális, mint amennyire az egoitásunk illúziója távol van önvalónk igaz tapasztalatától. Tehát, hogyha nagyon hiszel a saját elképzelt szerepszerű identitásodban,
akkor az út nagyon nehéz. Mert az egót kérge nagyon vastag. De ha nem ragaszkodsz ahhoz, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, érzel és gondolsz, hanem nagyon tisztán látod ezeket, tisztán tapasztalod ezeket, de nem formálsz identitást belőlük, akkor megnyílik az út, hogy bizony karmád rétegeit szépen átégetve elér addig az égő tűzig, addig a fényig, ami eredetileg mi vagyunk. Ezt a tudatot nagyon sokféleképpen lehet nevezni. Lehet nevezni tiszta tudatnak, eredeti tudatnak, nem tudó tudatnak, nem tudhatónak, buddha természetnek, isteni természetnek, igazi önvalónak. Még sorolhatnánk itt holnap reggelig a neveket. De valójában amikor ezt a hangot hallod, az a gondolkodástól mentes tiszta tudat, az egy pillanatra igazából mi voltunk. Nem te, meg te, meg te, meg te, mert ilyenkor nincs ilyen. Még mi sincs, csak valahogy el kell nevezni azt, ami bennünk közös, ami mindannyiunkban ugyanúgy lüktet. És hogyha ezt tapasztalod, akkor egy hatalmas lépéssel közelebb kerülsz ahhoz, hogy valódi együttérzést, valódi bölcsességet és igazi segítő cselekvést, hozzáállást fejlesz ki. Nagyon sokan összetévesztik az együttérzést valamiféle érzelmi hozzáállással, a bölcsességet valamilyen értelmi képességgel, és a segítséget pedig ezzel a jó nagy ilyen díjbírkozó erő, hogy majd én megcsinálom. És aki csak egy picit is tapasztalt ebből az életből, az tudja, hogy ez nem így van. Azt tudja, hogy ezek nagyon illuzórikus feltételezések, hogy a bölcsesség, az együttérzés és az igazi erő innen jönne. Akik itt ülnek ebben a szobában, már tudják, hogy ez nem így van. Honnan jön mindez? A zen szerencsére nem adja meg a választ. De megadja az utat a válaszhoz. Az egyik, de nem az egyetlen utat. És ne feledd el, még csak a harmadik alapelvnél tartunk, hogy mi is az? Tehát igazi önvalónk megtapasztalása a megvilágosodás. És a negyedik pedig a tudattól tudatig közvetlen átadás. Valójában nincs mit átadni, de van mire ráébredni. Eredetileg benned és a buddhákban és a bodhiszatvákban ugyanaz a természet van. De ráébredtünk-e? Azt éljük-e? Vagy valamilyen karmánk által teremtett illúzióvilágot élünk csak? Egy lefokozott, dualitásokba tört, szenvedés és boldogság teli világot, ami csak körbe-körbe-körbe-körbe jár. Ez a kérdés. Válasszatok. Tehát az úton csak az illúzióidat vesztheted el. Semmi mást. Tehát ne aggódj. De az úthoz erőfeszítés kell, energia kell, irányultság kell. És a zen négy alapelve az már egyfajta irányultság. Hogy nem könyvekből akarod megtudni. Nem egy elittől akarod interpretálva megkapni. Nem valami különleges képességben keresed a felébredést. És nem valakitől várod, hogy majd tablettában osztja neked. A négy alapelv betartása ettől meg tud menteni. Ezektől a tévutaktól. Úgyhogy még lehetne itt nagyon sok zen falatkát ugye rátenni a tálcánkra, de azt hiszem, hogy most a hallgatóság szeméből látva áttérhetünk a kérdésekre. Úgyhogy ha itt bárkinek a tisztelt egybegyűltekből van bármiféle kérdése a zen iránt, a templomi élet iránt, a világi és szerzetesi gyakorlat iránt, egyáltalán a zen hagyománya, illetve az úgynevezett modern világban való alkalmazhatóságát illetően, akkor kérem ragadjon mikrofont és tegye fel. Tud nekem arra válaszolni, hogy mi a különbség a dél-koreai és a japán zen buddhizmus között? És én inkább Buddhát mondanák, mint Buddhát, mert úgy tudom, hogy Buddha a rendes megszólítása Buddhának. Köszönöm. Hát a japán és a koreai zen között körülbelül olyan 4-5 könyvtárnyi különbség van, és sok száz év. A különbségek taglalásába itt érdemi módon nem tudunk belemenni.
annyit szeretnék csak kidomborítani, hogy mind a kétféle irányzat, a japán és a koreai zen, a kínaiból eredt. Közös a lényegük, más a formájuk, más a társadalomtörténeti hagyományuk, és itt ugye nem összehasonlító vallástörténeti óra van, tehát ezért sem mennék bele a részletekbe, másrészt meg a tudásom nem elégséges hozzá. Tehát ugyan több évig éltem Ázsiában, de minket tényleg nem erre képeztek ki. Minket az élő gyakorlatra képeztek ki, akár Japánban tegyük ezt, mint ahogy nagyon sok szerzetes és szerzetes nőtársam ott gyakorol. Időszakosan, magam is jártam japán templomokban, volt kapcsolatom japán mesterrel, ugye Budapesten, illetve Magyarországon tett látogatása alapján, mégsem mennék bele a különbségek taglalásába. Miért? Egyszerűen azért, mert nem visz előre. Ha előre vinne, akkor itt ilyen különbség hegyeket állítanánk össze, és gondos analitikus értelmezés után átadnánk, hogy tessék szíves a különbségeket figyelembe venni. Nem tesszük. Mindezt azért nem tesszük, mert az út szempontjából, igazi önvalónk megtalálása szempontjából, a felébredés elérése szempontjából haszontalan. Mindig mindenkinek azt javasoljuk, hogy járja be azokat a köröket, amelyek ahhoz kellenek, hogy önálló döntést hozzon, hogy mely hagyományt óhajtja gyakorolni. És hogyha ezt megtalálta, akkor a többit köszönje meg, és tegye nagyon-nagyon hátulra a fontossági sorrendben, és amely hagyományhoz szívből tud csatlakozni, ahol talál olyan tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, amelyet tényleg értéknek tart, amelyben megbízik, amit tud támogatni, mert támogatást kap tőle, akkor legyen ott, csinálja azt, és egyszer majd csak fölér a hegy tetejére. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Sipos Győző vagyok Kőszegről. 16. Bocsánatot kérek, azt hiszem 14. oldalon a 6-os mantra azt mondja, úgy gondolom, hogy ez szanszkrit szó lehet, hogy természetesen most nem találom, akkor fejbe próbálom, hogy Szakyamuni Buddha, tehát akkor azt kérdezném, hogy ez azt jelentené magyarul, hogy a szakják Buddhája, és a szakja akkor azt jelentené magyarul, hogy szkíta, és akkor innen már nem is mennék tovább akkor. Én se. Tudod, Győző? Én még idáig sem mennék el. Hát ez egy olyan történeti kutatás, mint ahogy ugye az első kérdés egy összehasonlító vallástörténeti kérdés volt, ez pedig egy etimológiai kérdés. Teljesen képzetlen vagyok ez ügyben. És ezt bátran, boldogan vállalom. Megmondom miért. Ha sákja volt, te akkor is megszülettél, felnősz, megöregszel, megbetegszel és meghalsz. Ha szkita volt, akkor is megszülettél, felnősz, megöregszel, megbetegszel, meghalsz. A Buddha mindig azt mondta, beléd lőnek egy nyilat. Fontos az, hogy az milyen színű, milyen toll van benne, honnan lőtték ki, lóról, gyalogságból, folyontúról, folyón innen? Nem tudom. Valóban. És nem is fogjuk megtudni. Az biztos, hogy a sákja törzsnek, ugye, a Szidhártha nevű fia. Tehát Gótama az a remete neve volt, és utána van még számos neve. Buddha, Tathágata, az ilyenségbe lépett, ugye, a Tathatá az ugye ilyenség, szanszkritó, és a Tathágata az az, aki beérkezett az ilyenségbe, ahol a világ nem jó vagy rossz, hanem ilyen. Az ég kék, a fal fehér, a padló barna. Lehet a világot dualitásoktól mentesen látni úgy, hogy a megkülönböztető képességedet megtartod. Tehát látod, hogy mi okozza a szenvedést, és mi okozza a boldogságot. Csak az ítéletalkotó tudatunkat pihentetjük egy pár maha kalpán keresztül. És pontosan eddig, az idők végtelenségéig szeretnénk az ítéletalkotó tudatunkat, a jóra és rosszra osztó tudatunkat pihentetni, és ahelyett, hogy ítélnénk, ahelyett nagyon tudatosan, világosan megkülönböztetünk, de nem diszkriminálunk. Tehát ide helyezném a hangsúlyt. Tehát innentől kezdve mindegy, hogy a múltadban mi volt, hogy a jelenetben, ebben a pillanatban mi van, az fogja eldönteni azt a jövőt, ami még nem is jött el. Hát elárulom, hogy az igazi titok
az nem egy etimológiai magyarázatban van. Az igazi titok ebben a pillanatban van. Mert ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. Tehát amit mi ebben a testben lineárisan így több ezer évnek látunk, vagy jó pár évtizednek érzékelünk, ez bizony valójában egyetlen pillanat. És ennek a pillanatnak egy kulcsa van, ez a jelenlét. Vagy jelen vagy, vagy nem. Tehát ezért érdemes gyakorolni ezt a meditációt, akármilyen formában legyen az japán, koreai, kínai, tibeti, burmai, kambodzsai, van még egy rakás. És arra összpontosítani, hogy mi az, ami benned fölteszi a kérdést. Mi az, ami mozdítja ezt a testet? Mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel? És mi az, ami benned így megszületik, felnő, megöregszik és meghal? És ekkor jársz az úton. És ez az út néha nagyon-nagyon bizonytalannak tűnik, mert nem látod a következő lépést. Néha csak azt tudod, hogy ahol orra buktálna, ott volt az akadály. Mert amiatt, bum! Ugye? És mihelyt fölállsz, megint az úton jársz. Mihelyt újra erőt nyersz, azon nyomban teszed megint az eredeti dolgodat, mint ember. Amennyire idegenek vagyunk ezen a bolygón, olyannyira mi vagyunk itt az egyetlenek, akik testben vannak, de mégis fel tudnak ébredni. Egyetlen egy állatot nem láttál jogázni, meditálni, ugye különböző stúdiókba járni, és tanítókat keresni. Ugyan mondja már nekik, hogy miért vagyok ilyen szőrös. Ugye? Meg miért kell a másik fajt legyilkolnom ahhoz, hogy éljek? Néhányszor az ember se teszi fel ezt a kérdést, de legtöbbünk felteszi, és mindegyikünk felteheti. Tehát pontosan ezért van ekkora jelentősége annak, hogy akár milyen érzésed van ezen a bolygón, akár itthon vagy, akár nem, akár szereted ezt az életet, akár nem, akár magányos remete vagy, akár társas lény, a felébredésre való alapvető képességed, a buddha természeted megvan, jelen van, és ezt lehet használni. El lehet érni, meg lehet tapasztalni, egyé lehet vele válni. Aztán, hogy mire használjuk, az már a mi dolgunk. Jó? Nem akarom elvenni senkitől az időt, csak még egy kérdésem lenne. Amikor áttértünk a magyar nyelvű mantrákra, na akkor valamit úgy azt hiszem, hogy éreztem olyan dolgokat, amit Szombathelyen a zen buddhista központban nem éreztem, és itt sem, amíg a koreait mantrákat énekeltük, vagy énekeltétek, hogy ennek mi lehet az oka, vagy azért, mert hogy ugye gondolom a magyar nyelvet beszélni. Ilyenkor az szokott történni, hogy elindul a magyar nóta, csak hogy hirtelen megcsap, hogy mit csinálunk valójában. Na, akkor minden megváltozik. A magyar szívszutrában rengeteg jó tanítás van. De amikor elkezded érteni, beindul a gondolkodás. Kapcsolódik is hozzád, és látom örömteli módon, hogy kapcsolódott, és ez jó. De mindaddig, amíg nem érted, addig ez úgy megy, hogy így, közvetlenül beléd. És ez nagyon rendjén van. Az is rendjén van, hogy akarod tudni, hogy mit csinálunk. Mert hát ne legyen már itt olyasmi, amit én nem értek, amit én nem tudok. És a szívszutra egy olyan tanítás, amiben van ez a sok-sok nem, 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 sem, hogyha megnézed. És ez kell szépen az identitás tisztító. Tehát ez szépen letakarítja azokat a téves nézeteket, amiket igazi énünkre pakoltunk rá. Igazi önvalónkat takarják, mint a guánó keményen, vastagon. És pontosan ekkor érzed azt, hogy valami teljesen más világ nyílik meg, mert a gondolkodásod, a ragaszkodásaid, azok úgy elkezdenek így szétporladni. Mert a szívszutra pont ezt csinálja, tehát a tudati nagy takarítást az a szívszutra úgy, ahogy van. És hogyha már ugye szanszkritot kérdeztél a legelején, akkor mondanám, hogy itt a végén van a gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha mantra. A gáté az a gate, gatve, gasse, ugye? Az összes indo-európai nyelvben, ugye, ebből a régi szanszkrit szóból származott, ez kapu. Kapu, keresztül, át a kapun. A para, ugye, az ugye
át a kapun, és a Bodhisattva az Vajbuddhává. Na, miféle kapun kellene itt átjutni? Ez a nem gondolkodás kapuja, a nem dualisztikus tudat kapuja, a nem jó és rosszra tagolt, tépett tudat kapuja. És azon a kapun, hogyha átmész, akkor megvilágosodsz. Úgyhogy ez a szívszutrának a nagy dolga, hogy előtte minden akadályt eltakarít az útból, és utána már csak menned kell. Ezért recitáljuk ezt naponta háromszor. Nehogy véletlenül összetévesszük magunkat bármiféle ilyen tudati termékkel. Bármiféle illúzióval. És amikor ez úgy beüt, akkor így megcsillan egy picit a szabadság fénye, hogy valójában nem kell a saját börtönömbe bezárva élnem. Nem kell ezt a nagyon kínos álmot álmodnom. Fel lehet ébredni. Meg lehet változni. Útra lehet lépni. Úton lehet járni. Fel lehet ébredni. Oké? Okay. Először is Isten hozta újra a saját országába. Köszönöm szépen, ez már egy ideje tart, igen. Nem tudom a körülményeket, igen. Csak üdvözlöm tiszta szívből. Köszönöm szépen. És én még egy kicsikét a gyökerekhez szeretnék visszamenni. Útkereső vagyok, férjem hozott ide, Siposnyi Kis Zsuzsanna vagyok, Győzőnek a felesége. Üdvözlöm. És nem tudom, hogy mi a zen, de szeretném megtudni. Biztos, hogy nem véletlenül vagyok itt egészen biztos, nagyon, nagyon érzem. Én a Hun vonalat szeretném. Most ez is, tehát ugye Dél-Koreában úgy tudom, hogy a dél-koreai királyi család 100%-ban Hunnak érzi magát. Most hát kíváncsi vagyok, hogy ez a fajta zen, amit én most majd kapni fogok, ez mennyire lesz az enyém, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy a hunsághoz nekünk magyaroknak közünk van. És lehet, hogy a tiszta forrás jött most hozzám el, és azért vagyok itt, nem tudom. Kinyitottam a szívemet, és várok mindent magamtól, öntől, akik itt vannak. Zsuzsa, mit vársz? Hát változást. Ahhoz én kellek? Nem, magamtól, és talán ez az út, amin most itt fogok járni, ez majd meghozza a változást. Ha úgy akarod. De hidd el, ahhoz teljesen mindegy, hogy Sákya vagy Szkita, Hun vagy Hyungno, magor vagy magyar. Ugyanis a kínaiak, ők így ismernek minket, a fehér hunokat, hogy Hyungno. És hát ők tudják az egész történetünket. Tehát ugye Csoma Lászában szerette volna felderíteni azt, amit később a pekingi központi könyvtárba vittek. És ott azért megvan ez nagyon szép ékes karakterekkel, ahogy ez több koreai forrás ból hallottam, és több történész professzor, nekem így nagyjából 3 az adott 6 év alatt így elmondtam most, hogy tudom-e ám én, hogy? Hát mondom, tényleg tudom, hogy nem a hajzsíros atyafiságtól származunk. És az azért egy nagyon nagy kérdés, hogy ha elvándoroltunk, már pedig ezt tettük, akkor miért nem mentünk vissza? Ki előtt nem bírtunk mi fejet hajtani, hogy abba a törzsszövetségbe visszakerüljünk? És nézd meg a nemzet nagy problémáját, a szerénység és az alázat problémáját. Tehát, hogy milyen csoportkarmát viszünk mi magunkkal. Mi az a megosztottság, amiben belekerültünk? Mi az, ami a saját lelkünket megosztja és széttépi? Na, ezen lehet változtatni. Ezt be lehet gyógyítani. Ebben ki lehet egészülni. És ebben lehet egy más népet, más társadalmat építeni, de ezt csak a szívedben kezdheted el. Máshol nem lehet. Parancsolj hátul. Bemutatkoznék, Tornai Julianna Zsuzsanna vagyok, kőszegi. A kérdésem az, hogy mennyire lehet összeegyeztetni a kereszténység hitet a zennel, mert én úgy vettem észre, hogy össze lehet. Hogy lehet, vagy ezt én gondolom csak így, vagy pedig ez valóban így van. Ha úgy gondolod, akkor az úgy is lesz. Akkor jó.
Jó. Formák szintjén nem egyezik, a lényegiség igen. szintjén a szívedben egyezik. Megegyezhet, igen. Aztán a te dolgod, hogy azt a harmóniát megteremtsd, ami ha kiárad belőled, akkor ugye mind a zen követő, mind a keresztény a barátod lesz, és el fog fogadni. Igen, én is így gondoltam, akkor nem tévedtem. Köszönöm nagyon szépen. Jó. Nagyon szívesen. Más kérdés? So, the first is a simple question about the beans, because I saw it the first time, something like that. What really it means? Would you really want to grill me on the beans? Why beans? Yeah, what it means. All right, so beans, in this case, mean purification of space. Mm-hmm. And tradition has it that many kinds of beings are attracted by this light, mm-hmm. by the Buddha's light that we are opening up, mm-hmm. you know, by this ceremony. And those who have a job here, they should stay. And those who do not have a job here, they should go. Mm-hmm. So there are many, many... strange beings around, some of them benevolent, some of them not so benevolent, but everybody wants to have some space here. Mm-hmm. And this is cast into every single corner of the given initiated space, thus motioning them, waking them up that if you have a job here, stay. If mm-hmm. you don't have a job here, go. Mm-hmm. That's it. Very interesting. You want to explain it in Hungarian nah. also? Or no? Okay. Too much. If somebody dares to ask this in Hungarian, yes. Okay. Okay. Other than that, it's all yours. And the next question. Go ahead. About meditation, because I'm completely unexperienced. You too? Yeah. Me too. You too. No problem. 23 years I've been trying and not so much experience. You gave me this example with a stick and you made this for 1 second. We don't think. You know, we are... somehow empty, and that's not the worst. It's a good thing to feel free for a second. Yes. So if we reach a higher, let's say, level of meditation, we can keep this longer, I think. Correct. Correct? Okay. Correct. So how do you keep this mind without the stick hitting the floor? Because you can't go around hitting every single lamppost. Or fence, yeah, or car, true. Because you would be definitely taken to somewhere where the jackets are, you know, buttoned from the back. But I wanted to know, what rests when you don't think anymore? Is it pure emotion? What rests? I don't know. You don't know. It's not possible to know it. Mm-hmm. When you are free from all forms, feelings, perceptions, impulses, consciousness, mm-hmm. what is it? Nobody knows. But everybody can experience it. Mm-hmm. And we give all so many names and forms and ideas to it that it gets totally contaminated by our insatiable desire to conceptualize something which is originally no name, no form. Mm-hmm. I mean, the sixth patriarch was the closest when he says, originally nothing. Mm-hmm. And even that is a big mistake. Mm-hmm. Out of originally nothing, how can this whole thing appear? Mm-hmm. And nothing, you say nothing, that's already something. Right? So we are really cutting to the core of this. And that means don't make anything. Then you are complete. And that's what meditation is. So even don't feel. If you are free of thoughts, even don't feel. I'm not saying that. Mm-hmm. When you feel, just feel. When you think, just think. Mm-hmm. Just don't attach to your thinking. Don't attach to your feelings. Oh, okay. And then something becomes clear, mm-hmm. like a mirror, for which it doesn't matter whether there's an object or a person before it or not. Mm-hmm. Your ears don't get damaged mm-hmm. just because there is no sound. Mm-hmm. And some people cannot tolerate silence, that's for sure. They always have to talk or listen to something, or something, somehow to fill the void. Mm-hmm. Void is actually pretty scary for most people. In Renaissance art, if you look into that, all space on a given painting was totally filled with something. In Latin, they even had a name for this. It was called horror vacui, mm-hmm. the fear of emptiness. Mm-hmm. Sorry, if there's emptiness, then anything can happen in there, and people were afraid of that. Mm-hmm. So look at this insatiable desire to define, to explain, to conceptualize, to put it into some conceptual framework, what we are living, what kind of world we've got. Mm-hmm. And once you have that, you have your net, but you also have your grid,
mm-hmm. and your shekels. Mm-hmm. Mm-hmm. I understand. So the point is, how do you arrange your thoughts, your feelings, everything like the phenomenal world yeah. that would lead beyond that? Mm-hmm. Mm-hmm. And that's what's so difficult on this earth. Because if you are attached to name and form, you can practice the most powerful spirituality, yet you are going in circles. Mm-hmm. Around, 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 around. And not even for a moment getting this. But once you have a taste of it, you will never confuse your true self with some name or form or idea. All right? Thank you. You're welcome. Mondja. Miért, Bob? Miért ne? Ennyi. Igen. Ez volt kéznél. De egyébként hagyományszerűen és ezen a mérsékelt a véghajlaton, hogy Korea, meg Kína, meg egyébként ez volt kéznél. Úgyhogy. Meg a másik, most nagyon praktikus vagyok. Ezt összeszeded, megmosod, és meg lehet enni. Tehát nem paradicsomokat, paprikákat, vagy ilyen kölest, vagy ilyen nagyon macerás dolgokat dobálunk mi itt szét, hanem olyas, mint ami később újra hasznosítható. Hát azért gondolkodjunk már rá. Nem pazarlunk mi itt semmit sem. Úgyhogy nem tudom miért. Ez volt kéznél. Az előbb meg akartam köszönni Anna Máriának, hogy eljött ide, neked is, nektek is. Hát gondolom, hogy ez a sors keze. Nagyon elnézést, de sokat várok ettől az egész dologtól. És meddig? Győző, meddig vársz, mondjad? És hogyha kell valamit segíteni, akkor legyetek szívesek, szóljatok, és megpróbálunk a magunk módján, magunk határán belül. Ezt már azt hiszem mondtam egyszer, de mint kőszegi, ugye welcome here, ezt tudom mondani mindenkinek, vagy Isten hozta. Egyrészt nagyon köszönöm, amit itt ugye ketten szóban, és mindegyikötök a jelenlétetekkel ugye itt kimond, és azt kell mondanom, egy külön ajándék összegre jönni, mert a városnak kitűnő adottságai vannak minden szempontból, természeti, épített környezetbeli és humán emberi adottságok. Úgyhogy ma több tucat emberrel találkoztunk gesztus szinten, legalább egy tucattal párbeszédet is folytattam, úgyhogy ma láttam őket először, és ennyire egyenletes, ennyire kiegyensúlyozott, derűs és mindenféle mesterségesség nélküli közösséget, mint a kőszegiek, nagyon ritkán lát az ember. Itt már csak azért is látok nagyon nagy lehetőséget arra, hogy az emberek haladjanak, mert megvan bennük az a kérdés, az a tudati örökség, ami nem csak a magyarságra jellemző, de bennünk a nemzeti és egyéni sorsunk miatt nagyon éles ez a kérdés, hogy mit keresünk mi itt, mit csinálunk, mi az identitásunk, mi a dolgunk, mi a múltunk, mi a jövőnk. Ezek mellett nem lehet úgy elmenni, mint más kicsikét nyugodtabb és megalapozottabb társadalmak ugye esetében, vagy országok esetében. És itt Kőszegen az érintett meg, hogy a helyzet az nagyon-nagyon jól működő várost mutat. Az emberek nem haltak meg szellemileg, és nem kényelmesedtek el, hanem csak megszerezték azt a lehetőséget, hogy művelhessék ezeket a kérdéseket, hogy találhassanak rá választ. Tehát senki, de senki nem volt érdektelen, vagy azt, hogy ezt már is nem, ez már nem érdekezi. Nos, mi ez? Nézzük meg, hogy hogyan lehetne erről többet megtudni, és a többi, és a többi. És nem sokára meg lesz a megosztón az a képcsoport, amit úgy fogok elnevezni, hogy a kőszegi bőségszaró. Ugyanis itt megvan az a lelki és anyagi jólét, amely azt a középutat jelzi számomra, amely ahhoz kell, hogy az úton maradj. Hogyha túl sokat kell dolgoznod, és túl sokat kell a lét problémáival törődni, hogyha órákat állsz sorban naponta, ha napi 8-10-12 órákat dolgozol, akkor nem tudsz ezzel foglalkozni. Mert teljesen mindenedet lefoglalja. Hogyha pedig ugye egy kicsit tőlünk lajtán túlra mész, akkor egyszerűen túl jó a helyzet. Nem teszel föl mély kérdéseket. Nincs nagy válság. Ami van, az személyesen, kicsiben, elszigetelten van meg. Publikusan, csoportosan, kifejtve, kimondva nincs.
Tehát túl jó a helyzet tőlünk nyugatra, hát egészen nem jó helyzet mondjuk tőlünk keletre, közel és kicsit távolabb. Magyarország középen van. Köszeg ezen belül a jobbik fertáján. És éppen ezért óriási a lehetőség az itt élőknek, hogy a nem szűnő kérdéseiket, azokat belül nagyon tisztán lássák, és csoportban gyakorolhassák azt a tiszta meditációt, amelyben a lelked tükre letisztul, és olyan lesz, mint a tükör. És abban pontosan látod a választ. És először válaszok jöhetnek, mehetnek, ilyen kis apró törmelékszerű megfogalmazások, illúziók megjelenhetnek és eltűnnek. Aztán a kérdés mellé szegődik a válasz, mint a párod, és nem mozdul el mellőled. Na, az a válasz a tiéd. És ezt nem kívülről kell kapni. Az idevezető útban tudunk csak segíteni. De a válaszokat te kapod. És rengeteg a közös munka így is. De azt hiszem, hogy a szellemi önállóság és a tudat szabadsága a legnagyobb kincs. És ezt nagyon sokan megpróbálják részben vagy egészben elvenni, vagy az uralmuk alá hajtani, ideákkal, hitekkel, készre csinált konzerveszmékkel. Tehát hogyan lehet úgy közösen gyakorolni, hogy az egyéni erőfeszítésen alapszik? Hogyan lehet úgy tanítást kapni, hogy közben a lelked szabadsága, a szellemiséged önállósága megmaradjon, de mégis fejlődj, és mégis változz? Hát ezek a nagy kérdések, és ezekre maximálisan őszinte, egyenes és becsületes választ kell adni, mind csoportszinten, mind egyénileg, mind a tanító részéről, mind a tanítvány részéről. És ekkor, ezen az alapon születhet meg egy érdek nélküli közös együttlét, egy olyasféle szeretett együttérzés, és olyasféle minőségek, amelyekért érdemes élni, érdemes dolgozni, érdemes összejönni. Mert egyébként, ha ezeket a minőségeket nem hozzuk ki magunkból, hogyha az életünkből nem hozzuk ki a maximumot, akkor visszanézel a végén, és azt mondtad, minek? Miért volt ez az egész? Mire volt jó? Ugyanis üres kézzel jössz, és üres kézzel távozol. Ahogy mondják, a halotti lepelnek nincs zsebe. Tehát nézd meg azt, hogy mi az, ami túl van a mulandóságon. Túl van a befejezetlenségen, a tökéletlenségen, a függő viszonyokon. Mi az, ami túl van ezen? Mi az, amit mégis meg lehet valósítani ebben a létben? Úgy, hogy van egy olyan testünk, ami él 70-80-90 évet, néha még annyit sem, aztán elköszön, és van egy tudat, amik az örök létre vágyik. És egy olyan életet élünk, amely tele van hiányossággal, tökéletlenséggel, nyomorúsággal, zavarral, tévedéssel, és közben tévedhetetlen, abszolút értékű eszméket szeretnénk. És függetlenek és szabadok szeretnénk lenni, de mindenki függ, és mindenki valahol elveszítette a szabadságát, pusztán azzal, hogy ezt a testet fölvett és megszületett. Ebben a szobában mindenki oxigénfüggő. Mindenki. És még csomó mástól függünk. Tehát ezen függő viszonyok közepette, hogy találod meg azt, ami túl van ezen. Úgyhogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Én azt látom, hogy akik elköteleződnek valahova, hogy ő nekik jobban megy a szekerük. De most akkor tényleg el kell köteleződni valahova? Vagy vannak, tehát hogy mi a módja most akkor, egyébként csak szenvedés van? Nem, hát ugye van különbség a szétszórt fotonok és a lézersugár között? Nem értek hozzá, nem tudom. De jó neked. Na, van. Van, azt elmondom, mondják, van. Van. Tehát ez úgy van, hogy kinézel, és a napunk gyönyörűséges fénye az ugye áramlik, reánk, ilyen kis fotonnya lábok formájában, és ez úgy szétszóródik. De ha csak veszel egy óraüveget, az óraüveg úgy összpontosítani tudja őket, hogy gyakorlatilag egy ilyen vastag márványlapot át tud égetni az a gyűrű, amire ezt az óraüvegek által fókuszált sugarat ráirányítod. Iszonyú ereje lesz, meg koncentrált. A lézer ugyanez. A lézer egy komoly gerjesztés után gázban vagy kristályban szépen kialakuló ilyen fotonnyaláb, és ez így puh, kilő a gyengébbik végén. És a sokkal, de sokkal erősebb, mint ez a szétszórtsága, ami ugye egyébként szép, meg világít, meg melegít, meg táplál, de ennyi. Tehát az elköteleződés, ez pont ez a fókuszálódás.
ez az összeszedettség. Tehát ez, ha az emberek ezt párkapcsolatban értik, akkor miért ne értenék spirituális úton? Tehát ez egy hatalmas energia, hogyha megvan a párod, és azt mondja, én a tiéd, te az enyém. A kölcsönös birtoklás ez egy teljesen konvencionális, normálisan működő dolog. És ebben óriási erő van a bizalmon, szereteten, szerelmen alapuló kötésben. És ezt lefordítod a spiritualitásra, egy tanító, tanítás és tanítványi közösség iránti elkötelezettség, az óriási erőt ad neked is, és a közösségnek is. Tehát itt az egész, az sokkal több, mint a részek összege. Ezt tudom, hogy bonyolult, de tényleg így van. Tehát nagyon-nagyon sokat számít az, hogy te azt mondod, hogy innentől kezdve, miután már megismertem itt a bevásárlóközpontban a különböző ilyen vallásos, meg spirituális ugye, választékot, nekem ez tetszik, én ezt csinálom, nekem ő az eredeti tanítóm, és ez az a tanítás, amit követek, ez az a közösség, amit építek, és amiből én is épülök, és ez nem a tudat szűkössége, ez nem a lélek beszűkülése, ez elkötelezettség úgy, hogy elfogadod az összes többit, elismered az összes többit, de rájössz, hogy neked ez jön be. És hogyha ez bejön, ha ez segít, akkor te is ezt segíted. És így elindul egy olyan körforgás, amiből mindenki nyer. Mindenki nyer. Ez egy tipikus win-win situation. Oké? És ez nem hiba. Nem, hogy nem hiba, hanem az opcióból így lesz akció. Túl sok opciód van, túl kevés akciód lesz. Az emberek mindig nyitva akarnak tartani, jaj, mert hát, ha még ez, meg hát, ha még az, meg hát, ha még amaz. Na, ebből nem élünk meg. Most képzeld ezt, megint csak a párkapcsolatra lefordítva, hát ugye megházasodtunk, de hát, ha még ez, meg hát, ha még az, na, ezt nem. Ez így nem megy. Tehát az elkötelezettség az elkötelezettség, és mindenki ugye lehet család barátja, meg egyebek, de az, hogy neked ki a hites társad, az bizony ott, abban a szertartásban ki van mondva, és az emberek ahhoz tartják magukat. Ki meddig, ki hogyan. De az elkötelezettségben óriási energia van. Aztán, hogyha megszűnünk hinni benne, na akkor lesz egy ilyen börtönviselt érzés. Hogy akkor most mit keres mellette? Meg mit keresek én mellette? Ugye? Vagy mi ez az egész, amit csinálok? Vagy mi értelme van ennek a tanításnak? Na, itt akkor már változunk. És hogyha a változás nem arra mutat, akkor a kapcsolat szétmegy, akkor az ember keres egymás társat, keres egymás közösséget, és még ez is rendben van, csak hogyha nem tudjuk intézni úgy az oldást, mint ahogy a kötés, na akkor van szenvedés. Mert nem szép válást még nem láttam. Örömteli esküvőket nagyon sokat, ugye, szertartás rendünkben benne van, hogy hogyan lehet örömteli módon ugye spirituális házasságot kötni, de van búcsúzó szertartásunk, de abban még boldogságot nem láttam. És az emberek boldogok akarnak lenni, és amikor az nincs meg, akkor duzzognak, és perelnek, és feleselnek, és vagyon megosztanak, és gyermek elhelyeznek, de boldogan szétválni még nem láttam senkit. Tehát ezért mondom azt, hogy nagyon figyeljük meg, hogy a kötések hogyan működnek, rengeteg energia van bennük, nézd meg az anyagi világot, egy-egy atomi kötés, vagy vegyületekben jelenlévő kötésben rengeteg energia van, hát égetéssel ezt föl tudjuk szabadítani. Tehát mi az, ami a hitedet adja? Mi az, ami egy kapcsolatot megtart, akár egyénnel, akár közösséggel? És ekkor kell azt a lelki, tudati hidat meglátni, azt a közös élményt, azt a szívbéli csatlakozást, amely nélkül megint csak nem érdemes. Nincs értelme. Úgyhogy nem beszűkültség az elkötelezettség, és nem valaminek a hiánya, nem a lehetőségek megszűnése, hanem egy fókuszált, koncentrált, összeszedett valami, és ez az összeszedettség aztán átmehet egy meghaladásba és egy nyugodt, világos létbe. Ugye a zen is azt tanítja, hogy lássuk meg a dolgokat, és ne ragaszkodjunk hozzá, és engedjük el őket. Miért szükséges ezt átélni? Én nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon. Na most lelkem, mit értél át pontosan?
Hát a levegő, ez súlytalanság. Aha, na, nem azért kell elengedni a súlytalanságot, hogy visszagyere ide a testedbe. És akkor járjál a földön, és a jó kis gravitációs vonzást használva megmaradjál a járdán. Mert ha nem, akkor itten ilyen zsinórokat meg köteleket kéne kötni rá, hogy el ne szálljon. Az meg milyen függés, képzeld el. Nem tudja a gravitáció elvégezni a dolgát, mert te úgy döntöttél, hogy súlytalan leszel. Hát ez nem így megy. Tehát az ember átélhet meditáció közben nagyon sokféle állapotot. A test tényleg néha úgy éghet, mint a tűz. Néha kihűlhet, mint a víz. Olyan nehéz lehet, mint a föld. Olyan könnyű, mint a levegő. Annyira alkalmazkodó képes cseppfolyós, mint a fém. De ez mind a tudatod által teremtett illúzió. Tehát Mangong Sunyim, amikor nagyon komolyan gyakorolt, elérte egy olyan állapotot, amikor egyszerűen átlátott a falon. És látta a csillagokat, látta a fákkal, mindent, tehát az épület az így nem volt akadály, és elrohant ki Onkó Sunyimhoz a gyönyörűségesen megvilágosodott tanítójához, és mester, mester, átlátok a falon! Megvilágosodtam! És akkor fogta ki Onkó Sunyim a botját, és bum! És akkor akkorát kapott, hogy a szeme egy összeugrott szegénynek, és így elment ez az egész, és megszilárdultak megint a falak, és elmúlt ez a látomás, és mindenki azt mondja, hogy Uramisten, mi történt vele, és miért kellett ennek így bekövetkeznie? És akkor Sung San Sunyim, ugye eredeti tanítónk, ugye, megkapta a kérdést, hogy akkor mi is történt Mangong Sunyimmal előtte, meg utána? Azt mondja, hát ezt angolul mondom először, colored demon. Ez azt jelenti, egy olyan magas rendű lény csatlakozott a tudatához, amelyik ezt az akadályt feloldotta. Az érzékszervi akadályt feloldotta, de ez nem te vagy. Ez nem te vagy. Tehát nagyon sok tudat vendég van, angolul mind guest. És ez a tudati vendég, ez egy csomó mindent tehet az asztalra ajándékba. De ez nem te vagy. Ez nem az igazi én. Ez aztán Mangong Sunyim még gyakorolt 2-3 évet, nagyon keményen fallal szembe ott ült, és egy darabot nem látott át. És képzeld, de milyen dolog ez, egy ilyen nagyon spéci dolog megjelenik, és nemhogy nem mondja a mesteret, hogy buta, hogy még jó nyakon is cserdít, fejbevág, eltűnik ez a spéci képes, és ja, vissza a zenterembe, és tolja tovább, úgyhogy már semmit nincs. Utána elérte azt a bizonyos felébredést, amiért eredetileg elindult. Tehát értsük meg, ezek a dolgok, ezek úgy előfordulnak mindenkivel. Így jönnek és mennek, de miért van óriási jelentősége az Aladdin és a Csodalámpa című egyébként szufi mesének? Azért, mert az egy gyönyörű allegóriája az útonjárásnak. Hát ugye megnyílik az a barlang, és lemész, és látsz ilyen csodákat, ilyen kincseket, ilyen mindenfélét. De ha bármit megérintesz, kővé válsz. És egészen addig kell menned, amíg meg nem tedd azt a dísztelen rézlámpát, ugye, nincs benne se olaj, se semmi, ki kell hozni, homokkal megtisztítani. Na de amikor egyszer csak meggyújtod, kijön a dzsín, és azt mondja, gazdám, gazdám, rendelkezz velem. Mindent megcsinálok, amit csak akarsz. Na, hát ez azért fontos. Tehát Jonghó Sunyim, Mangong Sunyimot pont ebből a kővé vált állapotból cserdítettek ki, amikor hozzáért egy nagyon magas szintű valamihez, és mielőtt az azonosulás kővé változtatta volna teljesen, azelőtt BOOM! Kötöttségnek vége. Na, veled ilyen nem fog történni, mert egyrészt már kigyűjtél belőle, meg nem is volt ez annyira komoly. Ugye? Nem volt ez olyan komoly, rendben. Tehát jó lesz ez, csak még ugye nagyon sok illúzió halmaz vár ránk, amíg az üres térbe megérkezünk, és ott otthon leszünk. Tudatilag. Köszönöm szépen. De olyan problémám van, hogy nagyon-nagyon rosszul tudok a jelenben lenni, nem tudok jelenben lenni, nem tudok figyelni. A memóriám is borzasztó rossz, hogy esetleg milyen lehetőségek vannak mondjuk a meditációban, hogy javítsak ezen, vagy... Éneklés, győző. Éneklés. Ezt az ülés nem fogja elvinni, mert hogyha ülsz, csak csendes ülő meditációban, attól a tudattartalmaid még nem fognak összeállni a jelenben egy szilárd jelenlétten, hanem elkezdenek csapongani. Eredetileg az ülő meditációt már azok csinálták, akik nagyon sok leborulást meg éneklést ugye, gyakoroltak, és ez már a karmájuk vastagját elvitte.
Ehhez mondok egy hasonlatot. A leborulás olyan, mint amikor jeget törsz. Az éneklés olyan, mint amikor ezt a jeges vizet elkezded melegíteni, és felolvad az összességben, és elkezd hevülni. Forrásig hevíted. Ez az éneklés, ez nagyon-nagyon komoly. Hát Sung Sansunyi így ért el a megvilágosodás, és nagyon sok zenmester lett mantrával, énekgyakorlattal igazán tiszta tudatú. És az ülés lenne az, amely az elpárolgott vizet, a felhőket csak így elfújja. De ehhez a karmának egy ilyen állapotot el kell érni, hogy elfújható legyen, hogy felhő állapotú legyen, hogy vízpára legyen. Hogyha a jéghegyet, a jégtömök egy így fújkálod, azt évezredekig csinálhatod, akkor se lesz belőle semmi. De meg kell érteni a gyakorlat eszköztárának a működését. Ez, amit most leírsz, ez egy pontosan az ének gyakorlat által megoldható dolog, és ez az, ami kipucolja ezt a teljesen ilyen homályszerű, apró kis részecske, kognitív törmelék, szóbeli pozdorja, tehát ezeket szépen elkezdi kipucolni a tudatba. Ezt az énekkel nagyon jól lehet. És a másik pedig a csend. A csend az megszilárdítja ezt. Tehát ha nem kell, ne beszélj. Mert a beszéddel is törik az egész darabokra, főleg ha ragaszkodunk a beszédhez. Egy nepáli tanító mester van itt Magyarországon, Tampa Rinpoche-től kaptunk CD-ket, vagy vettem CD-ket, és az Omamit Padme Humet éneklik nagyon-nagyon szépen. Tökéletes. És az is egész jó. Nap azt hallgatjuk, és akkor ez is tisztít engem? Hallgatni és belül énekelni nagyon más. Az egyik passzív, a másik aktív. Tehát aktívan kell énekelni, még hogyha csöndben magadban, akkor is, de aktívan. Rá lehet segíteni egy kis külső forrással persze, de az nagyon más. Az nagyon más. Attól még belül egy csomó minden ott kúszhat, mászhat a felszín alatt, az érzékelési küszöb alatt. De a mantra gyakorlat az pont olyan, hogy te aktívan csinálod, az lemegy szépen a tudat küszöb alá, és hogy süt, főz, takarít, elvégzi a dolgát. De ha csak hallgatod, akkor lefeded azt a folyamatot, ami van, de le a mélybe nem megy, mert nem aktív belül. És hogyha aktívan csinálod, és hangosan, és van olyan térés idő, ahol ezt kiénekelheted, akkor ez elkezd hatni Isten igazából. Akad-e még valami kósza gondolat? Mondja. Az utolsó utáni kérdés. Olyan mindig van ez a plusz-plusz egyes. Igen? És ha hangos éneklésnél elönt egy nagyon erős érzés, egy boldogság élmény, ami akár könnyeket is csal a szemembe. Akkor örülj neki, mert működik. Köszönöm. Jó, de itt nem állunk meg. Attól, hogy örülünk neki, attól nem feledkezünk bele, ugyanis kirepíthet valamilyen boldogság univerzumba, és mi valójában itt vagyunk ezen a földön. Tehát nem hagyjuk, hogy elvigyen. Megéled ezt a boldogságot, azt, hogy a könyv kicsordul a szem, és nem tudod miért, de a szíved ilyen teljesen lágy és fantasztikus érzés lesz belül, és nem tudod, hogy mitől. És rengeteg más egyéb tisztulási élmény van, egyévállási élmény van az éneklés során. Ezt lehet, ezt mind meg lehet élni. A legfontosabb az, hogy ide a tantienre, a köldökcsakrára visszahozd a figyelmed, és bármennyire is kedves ez a tapasztalat, engedd el menni. Ha újra kell, akkor újra jön. De ha nem engeded el, akkor azt a habitust erősíted meg, hogy ragaszkodsz a tapasztalathoz, mert elkezded minősíteni azt. És ez hiba. Mert akkor a rossz tapasztalathoz is ugyanúgy fogsz ragaszkodni, és beáll az a tudat, amelyik megköti a tapasztalást a jó és a rossz minősítése által. És akkor nem fogsz felébredni. Hanem egyre vastagabb tapasztalás kérgeket, rétegeket gyártasz le, azzal a gyakorlattal, amely eredetileg arról szól, hogy ettől megszabadulsz. Na ezt hívjuk spirituális lábonlövésnek és az úton hátrafele való haladásnak. Hát éld át, csak engedd el. És juss el addig, hogy mi az, ami ezt tapasztalja. Tehát mi az, ami keresztül megy a boldogság és a nyomorúság, a karmikus, gyönyörűséges megszabadulás, és pedig egy teljesen padlón, és ugyanaz a tudat, ugyanaz a lélek. Mi ez? Jó? Tehát ha ilyen irányba mész, egyik állapot sem köt meg, mindegyiket át tudod élni, mindegyik a tiéd lehet, de egyik sem te vagy. Jó? És akkor ezzel a mondattal végül is tudsz haladni,
ezzel a mondattal mindenki tud haladni, és nem maradt más hátra, mint hogy ma este tiszteletem megköszönjem, hogy eljöttetek erre az alkalomra, ebben a gyönyörű városban, ezen a gyönyörű helyen, és ebbe a már behangolt térbe beléptetek, és Ancsi jóvoltából a közeljövőben és a távolabbi jövőben is remélhetőleg be tudtok lépni. A magunk részéről azt ígérem, hogy rendszeres jelenlétünkkel és tanítással szeretnénk támogatni ezt az itteni kezdeményezést, amelyben remélhetőleg minél többen, szabadon és elkötelezve egymással tudunk gyakorolni. Köszönöm szépen a megjelenést, további jó estét, jó utat kívánok mindenkinek!